Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a mai testvértűvésünkön megjelenteket. Elsősorban két vendégünket, Konflok Jánost és Tain Lászlót, akik a rendőrség képviseletében vannak, a testületi tagokat, külön az egyetlen testületi tagunkat, aki ma el tudott jönni közénk, jegyzőasszonyt, Szabó Bencét, a Káber TV stúdió munkatársát. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. A jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről testületi tagok megkapták. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy hozzáfűzni valója. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki a jelentést elfogadja, az kézfeltartásra jelezze. Köszönöm, hogy hangul. A napirendi pontok és az ahhoz tartozó anyagot megkaptátok. Egy módosítást javaslok, ami már bizottsággyűlésen is elhangzott, a nemzetiségi identitás tudat erősítésével kapcsolatos pályázat benyújtása azért nem időszerű most, mert még nem érkeztek be a zárójánlatok, tehát nem tudunk egy teljes anyagot idehozni. Tehát ezzel kapcsolatban döntést nem tudok hozni. Kérdezem, hogy így elfogadható-e a napi rendi pontok, aki elfogadja, az kézfeltartásra jelezze. Köszönöm, hogy akkor átérünk az érdemi munkára. Első napi rendi pontok a közbiztonsági helyzetének értékelése, Veszprém város rendőrkapitányság és a Szentgáli Polgárőr Egyesület tájékoztatója alapján. Ja, itt vannak a rendőrség képviselők, kérdezem, hogy kívánnak-e valami kiegészítést a... Hát egy pár mondatot talán csak, polgármester, tisztelt képviselőtestület, sok nagy tisztelettel köszöntöm neked. Először is engedjék meg, hogy egy személyi változásról szóljak a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság életéből. Igazából ilyen tájékoztatáson, és azt az alkalmat szeretném erre felhasználni, a dr. Tarcsa Csaba rendőr, Dondár Talba Mikola, a jelenlegi megyei rendőrfőkapitány távozik a beosztásából, a Nemzeti Nyomozó Irodánál fog tovább dolgozni. Az új megyei rendőrfőkapitányunk dr. Fellegi Norbert rendőrezredes úr lesz, aki egyébként a Baranya megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatója volt ez idáig. Ez természetesen, ez a személyi változás nem fogja érinteni azt a koncepcionális együttműködést, ami eddig is jellemezte már a Szentgáli önkormányzatot és a veszprémi rendőrkapitányságot. Ugye nekünk a jogszabályi kötelezettségünk az, hogy minden évben a településeken, a veszprémi kapitányság illetékességén található településeken beszámoljunk arról, hogy az adott évben, a tárgyévben a közbiztonságért milyen tevékenységet folytattunk, és milyen is az önkormányzat, vagy az adott település közbiztonsági helyzete. Ennek eredményeképpen született meg az a beszámoló egyébként, ami megküldésre került az önök részére. Igazán én nem is akarom ebben húzni a szót, mert ez tele van számadatokkal, statisztikai adatokkal, átolcették, benne van minden, ami egyébként a településre vonatkozik, akár statisztikai szempontból, akár a rendőrségi tevékenység vonatkozása, hogy mit tettünk és mit tervezünk a jövőben tenni. Pár érdekes adat, örömmel tájékoztatom önöket egyébként, hogy Szentgál nem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé. Nincs egyszerű dolgunk természetesen, de nem bűnügyileg fertőzött település. 2018-ban 16 regisztrált bűncselekmény volt itt a kisvárosban. Természetesen az a számadat mindig relatív, hiszen egy több százezres lakosú városban százas, ezres nagyságrendű bűncselekmény szám sem nagy. Még egy ilyen kisebb, kb. 3000-es lélekszámú településen azért a 10 is sok lehet. Mondom, 16 volt, ez jóval kevesebb egyébként, mint a 2017-es évben, akkor 35 volt, tehát majdnem duplája volt a regisztrált bűncselekményeknek a száma. Ebből a közterületen elkövetett bűncselekmény 4 darab volt, ezek is ilyen garázda jellegű magatartások voltak. Sajnos 2,5-3 évvel ezelőtt ugye egy súlyos bűncselekmény történt a községben, a tavaly évben 6 kiemelt bűncselekmény volt, amelyik közül a legsúlyosabb egy súlyos testi sértés volt, amit itt a közelben található egy vendéglátóegységben
szórakozás során követtek el, sikerült felderíteni, és már jelenleg az elkövetőt is felelősségre vontuk. Egy kicsit büszkélkedjek a kapitányság munkájával. A felderítési mutatónk az idén 59%-os lesz, ez azt jelenti, hogy a nem látens, tehát a regisztrált bűncselekményeknek az 59%-át fel tudjuk deríteni, el tudjuk fogni az elkövetőt és felelősségre tudjuk vonni. Az eredményességi mutatónkat azt a számadatokban ott látják. Veszprém a legnagyobb lélekszámú, illetve a legnagyobb nagyságú illetékességi területtel rendelkező város, ezek közül pedig a Szentgári önkormányzat, illetve a Szentgári település a Herendi KMB csoporthoz tartozik. Nincs rossz helyzetben egyébként a Szentgári település a vonatkozásban, hogy 4 igen tapasztalt KMB-s kolléga viszi itt a prímet. Nem minden önkormányzat, vagy nem minden település tudhatja ezt magáinak. Elég jól el vannak látva a Janék technikával is, hiszen 2 autó áll a rendelkezésükre. Én azt gondolom, hogy az ő fogadónapjukon is az állampolgárok bármikor, bármilyen körülmények között fordulhattak hozzá, és mindig meghallgatásra is találtak. Ami egy picit figyelemre méltó, hogy sokkal több igazgatásrendészeti intézkedést kellett foganatosítani a tavalyi évben, ez 45 volt, engedély nélküli vezetés, ittas járművezetés, érvénytelen hatósági engedéllyel, tehát itt rendszám nélkül futkozunk a faluban. Pirotechnikai termék, ez jobbára a boltokat érintette, vagy valaki esetleg nem tudta a személyazonosságát igazolni, de hát ezek nem olyan társadalomra veszélyes területek, mint mondjuk egy bűncselekményeknél. Egy dolgot szeretnék még kiemelni, az idei évben nagyon odafigyelünk a családon belüli erőszak vonatkozásában keletkező bűncselekmények kezelésére. Sajnos Szentgál településen is 1-2 vonatkozásban ez jelen van. Jelen pillanatos folyik büntetőjárás itteni család vonatkozásában. Ami nagyon fontos, hogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezeknek elejét vegyük, vagy megmutatjuk azt a lehetőséget, hogy hova tudnak fordulni adott esetben ezek a családok vagy hozzátartozók segítségért. Működik a DADA program, a suli program, a SuliNet program és a suli rendőr program. Büszkén tudom mondani, hogy a tavalyi évben itt az iskolában rendezett iskola napon mi is részt vettünk, és ennek volt egy rendvédelmi része. Én szerintem elég emlékezetes maradt, főleg úgy, hogy a legvégén egy hatásban, tehát egy ilyen bemutatót is tudtunk tartani. Én azt gondolom, hogy jó évet zártunk. Természetesen ez nem csak a mi érdemünk, hiszen annak az együttműködésnek az eredménye, amiben önök segítőkezet nyújtottak a rendőrség felé. Én ezt szeretném itt a kapitány nevében is megköszönni, és a további munkájukhoz sok sikert kívánni, és arra kérem tisztelt képviselőtestületet, hogy a önök elé tárt beszámolót pedig fogadja el. Köszönöm szépen, polgármester úr. Én is köszönöm. Kérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Nekem van. Én szeretném, hogyha a János többet lenne itt a településen. Tehát, hogy ne vigyék el, ne vezényeljék el, amennyiben ez lehetséges. Ugye a polgárőrök is segítenek, vagy segítik a rendőrség munkáját, akkor azt számítsák bele, hogy rájuk is lehet számítani. A Jánosnak a probléma megoldó képessége, készsége, az számunkra nagy jelentőségű. Tehát az, amit mi nem tudunk mit kezdeni, ő a saját rutinjában is tudja, hogy mit kell adott helyzetben csinálni, pillanatok alatt meg tudja oldani, és nem csúszik napokat esetleg egy-egy ügy azért, mert nem elérhető. Ezt mindenképpen tolmácsolom a kapitány úr felé, a szolgált szervezését nem én csinálom, nem mi csináljuk. Jogos az ön kérdés, a polgármester, ezt meg is szívleljük. Sajnos nem vagyunk jó helyzetben, hiszen ezeken a feladatokon kívül számos más is van, amiben ő is, én is, más kollégák is részt vennek. Igyekszünk úgy odafigyelni, hogy a lehető legtöbbet tudjon a településen részt venni személyesen szolgálatban. Hiszen a KMB szolgálat ezért is van egyébként természetesen. Köszönöm. Akkor még egy ezen van. Ez egy kérdés, hogy a drogok területén mi
mi a helyzet Szentgálon vagy a környéken, mert ugye, ha a szomszéd településen van, akkor biztos, hogy van nálunk is, mert a gyerekek azok olyanok, vagy ez az a korosztály, amelyik leginkább érintett ebben, azok megtalálják egymást, és vagy Herenden vannak egy csoportban, vagy Szentgálon vannak egy csoportban. Hát, hogy egy kicsit közhelyes legyek, azt mondom, az egyik szemem sír a másik nevet. Azért sír az egyik, mert sajnos van jelen, nincs nagy számban, tehát ebben is azt tudom mondani, nem annyira, tehát nem fertőzött olyannyira, hogy most valami nagyon nagy intézkedés kellene tenni. Oda kell figyelni, a másik szerintem azért jó, vagy azért nevet, hogy így mondjam, mert a János személyében tényleg így, ahogy ön mondja, egy olyan rendőrben találnak társad az állampolgárok, akikhez szívesen fordulnak és ellátják információval. Ezt az információt pedig rendszeresen megosztja velünk a bűnügyi szolgálattal, és így fel tudunk készülni arra, hogy milyen akciókat és milyen tevékenységet, vagy milyen nyomozási cselekményeket folytassunk. Kemény drogok nincsenek, light drogok vannak, és új pszichoaktív anyagok vannak, sajnos főleg a fiatalok körében, a felnőtt lakosságra szinte egyáltalán nem jellemző. Végezünk ilyen irányú operatív tevékenységet is, nem csak itt máshol is. Igyekszünk minden esetben felgöngyölíteni ezeket a szálakat. Ismerjük azokat a területeket itt a Szentgályi, most nem akarok személyeskedni sem és megnevezésem, ahol gyors lépéseket kell tenni ennek érdekében, hogy ezeket felszámoljuk. Az iskolában hál' Istennek nem jelent meg. Nem szívesen mondom ezt, ha van, akkor látens, de vannak ott is olyan bizalmas kapcsolataink, amik útján információhoz tudunk jutni. Janin keresztül és a itt szolgálatot teljesítő más rendőrökön keresztül megfelelő információhoz jutunk, és le is csapunk, hogyha kell. Köszönöm. Amennyiben nincs kérdés, akkor viszont térjük át a másik részére, hogy a polgárosság beszámolójára azzal kapcsolatban van-e valakinek kérdése hozzáfűzni valójára. Bőséges a beszámoló, tehát igazából minden van megtérve. Jó. Akkor tolmácsoljátok, hogy legyetek szívesek, hogy majd elküldjük a Dánielnek a kérdésemet, hogy ez a sport terület, ami a nyírőkertben lett kialakítva, ott én azt kérem, hogy rendszeres legyen annak az ellenőrzése, megfigyelése. Ugye nem elég sok negatív visszajelzés jött onnan az otthonok körébe, hogy nem arra használják, amire kell, ráadásul sok esetben olyan módon szólnak felnőtteknek az ott lévők, ami mondjuk nem kéne. Jó, hogyha ebbe esetleg tudtok segíteni. Amennyiben nincs más kérdés, vagy hozzáfűzni valója, akkor kérem, hogy aki elfogadja a rendőrség beszámolját, az készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, csak kérem, hogy aki a polgárőrség beszámolját, az készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen. Én megköszönöm a munkát a rendőrségnek is, és a polgárőröknek is. Nagyon sok segítséget adnak a polgárőrök a napi tevékenységében, rendezvények lebonyolításában, bármilyen olyan dolog, ami esetleg nagyobb értékű, azt abban rájuk lehet számítani elsősorban, és hát a rendőrségről meg elmondtam a véleményet. Köszönöm szépen, és kívánom, hogy ennél rosszabb ne legyen az egyik működésünk. Megvitatása a
előterjesztés. Megkaptátok. A egy lényeges dolog van benne, nem egy lényeges dolog, de egy, amiről mindenképpen szót kell ejteni, hogy jött egy javaslat, hogy Tamás Károlyné közösségi szintér legyen a Szent Jáfi utca 205-ös számú épületnek a neve, ugye, mert hogy a művelődési megnevezés az a jogszabályi változások miatt nem lehet közösségi szintérként kell megnevezni. Ezt a emlékeim szerint a bizottság elfogadásra javasoltak. Érzem, hogy volt esetleg ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban a bizottságnak valami észrevétele. Elfogadásra javasolja? Elfogadásra javasolja. Jó, köszönöm. Györgyi? Nincs? Akkor kérem, hogy aki elfogadja az önkormányzati rendeletet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, az kész feltartásra jelezze. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk a SMS módosítás, aminek kérem a jegyzőasszonyt, hogy mondja, hogy miért kell a szervezet és működési szabályzatot módosítani. Két dolog miatt kell. Alapján van az előző napi rendi ponthoz kapcsolódik. Az egyik kormányzati funkciót egy korábbi döntésnek megfelelően az önkormányzat által ellátandó feladatok közül kivettük testületi döntés alapján, tehát ezt a változást is végre kell hajtani az SMS-en, illetőleg a hármas számú mellékleten is végig kell vezetni a változást, és ott még egy olyan módosítást szeretnék, hogy közösségi szintér van csak a feltüntetve, a főutca 205-re, de akkor már rendesen a név is legyen, hogy Tamás Károlyné közösségi szintér, és akkor így kerek az egész történet. Kérdezem, hogy van ezzel kapcsolatban kérdés? Nincs. Kérdezem, hogy a bizottság milyen véleményt fogalmazott meg? Sanyi, légy szíves. Elfogadásra javasolja a bizottság. Köszönöm szépen. Akkor kérem, hogy aki a Szent Gáfőség önkormányzat képviselő testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását elfogadja, az kész feltartással jelezze. Köszönöm szépen egy hangon. Következő napirendi pont az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása, miatt törvényességi felügyelet jelezte, hogy foglalkozzunk ezzel a rendelettel. Most megint a jegyzőasszonyt kérdezem, hogy milyen. A képviselőknek a testület előtt, testületülés előtt kiosztottam az újból átdolgozott rendelettervezetet, és most a mellékletek nincsenek benne, azok nem változtak végül is. A törvényességgel való konzultálás után áttett dolgozva egy kicsit, tehát pár helyen módosítva lett, és így kérem elfogadni a rendelettervezetet. Kérdezem, hogy van-e kérdés a rendelettervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy az önkormányzat rendeletét elfogadja az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól, az kész feltartással jelezze. Köszönöm szépen egy hangon. Következő napirendi pontunk tájékoztató a rendi bölcsődei csoport elindításáról. Ugye, hogyha emlékeim jók, akkor eredetileg az volt, hogy 19. január 1-től kell ezt a lehetőséget biztosítani, változott a jogszabály 2020. január 1-től van ez a kötelezettségünk, de a rendi önkormányzattal történt megállapodás alapján ez így január 1-től lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Szentgáli bölcsődéskorú gyerekek a rendi bölcsődébe járhassa meg a tájékoztató alapján. 6 szentgáli gyermek jár pillanatilag a rendi bölcsödébe. A leírtak és az
az egyéb információk szerint zökkenőmentes ez az együttműködés. Ugye az előző évben a testület döntött arról, hogy 1 millió forinttal támogatja, vagy hozzájárul a bölcsődei csoport elindításához Herenden, arról pedig az elszámolást megkaptuk. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, vagy hozzáfűzni a rövőt? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki a tájékoztatást elfogadja, az készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen, hogy van. Következő napirendi pontunk. Árajánlatok megvitatása az adatvédelmi feladatok ellátására és az információbiztonsági felelős munkakörének ellátására. Kérdezem a jegyző azt, hogy miért van szükség erre? Május 31-ig él a szerződés, amit a korábbi évben kötöttünk meg, ezért újból meg kell pályáztatni. Kötelező feladat az adatvédelmi feladatok ellátása, meg az információbiztonsági felelősi feladatok ellátása. Megfelelő szakértelemmel itt a hivatali dolgozók nem rendelkeznek, ezért mindenképpen külső személy megbízása indokolt, és egy év helyett 2 évre szeretnénk kötni a szerződést, tehát úgy kedvezőbb is. Köszönöm. Kérdezem, hogy van ezzel kapcsolatban valakinek hozzáfűzni valamilyen? Ugye a bizottsági ülésen az hangzott el, hogy a legolcsóbb ajánlatot fogadjuk el, ráadásul a formájában is és tartalmában is az a legszimpatikusabb, legalábbis számomra. Akkor kérem, hogy aki elfogadja a bizottságnak azon ajánlását, hogy a legolcsóbb ajánlatot adó fogadjuk el ezen feladatok elvégzésére, az készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen, egy mondom. Következő napirendi pont, energiabeszerzésre árajánlat. A bizottsági ülésen nem sikerült időre jutni, kevés volt az információ, az együttműködési szerződés tartalma sem volt egyértelmű. Jegyzőasszony a szerződéssel kapcsolatos kérdéseknek megpróbált utána járni, kérdezve, hogy mire jutottál. A 99, majdnem 100 ezer forint plusz áfa összeg. Idén ugye már mindenképpen meg kellene minél előbb tendereztetni a cég álláspontja szerint. Ebben az évben élvezni az önkormányzata mentességet, és 2020. januári hónapban kiszámláznák ezt az összeget, meg 2021. januárjában is kiszámláznák. Tehát kétszer kellene számolni a 100 ezer forint plusz áfa összeggel, és jelen pillanatban tehát nem tudja garantálni a cég azt, hogy mennyire fog nekünk úgymond megérni az energiabeszerzésnek a megtendereztetése. Csak azt tudja mondani, hogy hát 19-20 forint körül talán esélyünk van arra, hogy az energiaárat meg tudja nyerni az önkormányzatnak, de vannak olyan szerződések is, ahol már 23-24 forint körül vannak a kilowatt óra díjak. Tehát ami még a csatlakozási nyilatkozatban volt, 97 ezer kilowattóra éves szerződött mennyiség. Erre az volt a válasz, mert feltettem kérdésként, mi van akkor, hogyha ennél sokkal kevesebbet teljesít az önkormányzat, vagy pedig sokkal többet. Tehát nem vagyunk összhangban a vállalással. Erre az volt a válasz, hogy erre vonatkozóan nincsen semmilyen kötelezettség. És akkor, amit láthattok a csatlakozási nyilatkozatban, ki van pontozva, hogy célérték, tehát hogy milyen forint per kilowatt órát szeretne az önkormányzat elérni,
erre nekünk kellene beírni egy összeget, ami alá kellene, hogy menjenek ők tenderezésbe. Tehát nekünk kellene előzetesen az energiaszolgáltatóktól esetlegesen egy tájékozódásként árajánlatot bekérni, és az alapján látjuk meg, hogy milyen forint per kilovattóra összeget tudnánk beírni, és akkor ők megpróbálnak az alá menni, hogy megérjen nekünk is a tenderezés. Tehát ne legyen úgymond ráfizetés az önkormányzatnak abból, hogy kifizetjük az éves költséget feléjük. Eddig más volt a szerződés, mert 2017-ben kötöttünk ezzel a céggel szerződést, és 2019. január 1-től lépett életbe az új szerződésmódosításnak megfelelő szerződés, és a cég és az önkormányzat közötti szerződés az úgy szólt, hogy az éves, tehát a megtakarítási összeg 25% plusz áfa összeget számlázzák ki. Jelen pillanatban havonta 12.500 forintot számláznak ki. Tehát nincsen egy olyan túl nagy nyereség. Körülbelül azt számolnak, hogy most kiírt. Csak most fixre kiírt. Tehát Igen. Nem tudjuk, megmondom őszintén, nem tudjuk ellenőrizni az... Konkrét megtakarítást nem tudjuk. Igen. Az, ami az előbb a jegyzőasszony beszélt, hogy benne van valami a szerződésben, de az nem lényeges, tehát azt nem kell figyelembe venni, ilyen pedig nincs. Tehát, hogyha mi aláírunk valamit, akkor azt rajtunk bevasalhatják, tehát nem mutatjuk, hogy szóba ezt az információt kaptuk. Én azt gondolom, hogy keresünk más lehetőséget. Mindenképpen meg szeretném nézni olyan szakemberrel, aki ebben a dologban jártas, hogy van-e valami buktatója, vagy van-e esetleg jobb kondíció, vagy akár az is, hogy vállalja az önkormányzat azt, hogy kiválaszt egy szolgáltatót, és azt mondja, hogy nem tendereztetünk, hanem ezzel a szolgáltatóval. Most itt csak példaként hozom fel, hogy az EON-nal a közvilágításra kötött megállapodásunk, az egyértelműen bizonyítható, hogy sokkal jobban járt az önkormányzat, mint az előző időben, de hogyha nézem a többi területen lévő áramdíjat, ahhoz képest is sokkal kedvező. Tehát lehet, hogy mi is valami úton módon esetleg tudunk értelmes szerződést kötni. Itt, ahogy a jegyzőasszony mondta, hogy nekünk kell már ajánlatokat kérni, igazából a munkafele már megvan a pár. Nem tudom, meg kell az ajánlatot, és megvan, hogy melyik az olcsóbb, és akkor végül is olyan szempontból tudnak jobban eljárni, mint mi, mert tehát sokkal több céggel meg tudják kimondottan versenyeztetni, és a versenyeztetést úgy kell érteni, hogy ők közzé teszik a tendert, megjelentetik, és akkor mindenki látja, olyan, mint egy árverés majdnem. Tehát, hogy ki ajánlja a legolcsóbbat, meg van adva egy bizonyos időtartam, amíg az árajánlatokat meg lehet tenni, és aki a legvégén a legolcsóbbat adja. Tehát ilyenkor látják egymás árajánlatait is. És két évvel ezelőtt végül is 13,55 forint per kilovattórára jött ki az idei. Tehát most idén azt tudom mondani, hogy viszonylag jól jártunk, mert kevesebb, de erre még rárakodik az összes ilyen szerkezeti díj, meg egyéb elosztó hálózati díj, meg mindenféle díj. Nézzük körül. Jó, akkor kérem, hogy aki egyetért arra, hogy ezzel kapcsolatban tájékozódjunk, szakembert vonjunk be a munkába, aki ezt így elfogja, hogy ezt kész feltartással jelezze. Köszönöm, hogy van. Következő napi rendi pontunk a remetett a vízelvezetési feladatainak megoldása és az árajánlatok közül kiválasztani a legkedvezőbbet. Az elmúlt évben ugye volt jó néhány olyan hirtelen zápor, amit a remetett anyán sajnos nem tudtunk kezelni. Két probléma van, az egyik az átereszek
átterjesztő képessége, a másik pedig az, hogy az ott lévő átterjesztők közül is igazából az egyik működött, csak mert nem megfelelő volt a medernek a kialakítása, vagy úgy rakódott le a föld és a hordalék, hogy 100%-osan az egyik átereszt használta, és a másik, ami mellette volt, azt meg jó esetben, hogyha 50%-ba lehetett használni. Ugye mindenképpen meg kell oldani az átereszt előtti medernek a rendbetételét, vagy az a víz az oda folyjon be, amennyire lehet valamennyire megvédeni az ott lévő házakat. Mert ugye az elmúlt időszakban homokzsákokkal kellett védeni ezeket, nem kéne odaengedni a vizet, és a másik oldalon az elfolyást is biztosítani kell. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzáfűzni valamit, esetleg valamit kiadtam. Amennyiben nincs három árajánlat érkezett, Laci, légy szíves, mondok, hogy melyik áramállatot javasolja a bizottság? A legolcsóbbat. Jó, akkor ugye azt a beruházat, azt a beruházat is ismerjük, eddig nem volt kifogása a munkával kapcsolatban. Simán dolgozott is ott. Igen. Jó volt, aki a tavaly helyre állította azt, hogy elmosta az utat. Akkor kérem, hogy aki elfogadja a bizottság ajánlását, hogy a legolcsóbb árajánlatot adóval végeztessünk a munkát, az készfeltartással jelezte, köszönöm mindenki, jelezte, tehát egyhangú. A következő napirendi pont egy ajánlat érkezett pályázatíró cégtől. Azt jó, hogyha tudjuk, hogy a Magyar Falu programmal kapcsolatos pályázatok, azok nem igényelnek pályázatíró céget, vagy mondhatom azt is, hogy igényelnek, de nincs olyan tudás az én megítésem szerint, ami mindenképpen azt kívánja, hogy pályázatíró céggel írásunk meg. Ugye ezek a pályázatok, amikben most az önkormányzat gondolkodik, ezek alapvetően a Magyar Falu programban vannak, amit a magyar államon keresztül az önkormányzatoknak kívánnak pénzt juttatni bizonyos dolgokra. Egy-egy megyén belül, vagy egy-egy területen belül, ráadásul a polgármesterek még konszenzusra is lépnek, tehát közösen megbeszélik, hogy ti milyen területet adja be, vagy kívánja beadni a pályázatát. Én azt javaslom, hogy azt az alapdíjat, amit itt kér a pályázatíró cég, hogy azt rakjuk félre, vagy kezeljük ezt úgy, hogyha szükségünk lesz pályázatíróra, akkor mondhatjuk azt, hogy na, akkor ebből megcsináljuk. Ugye már az egyik programot elkezdtük, az anyaggyűjtés megtörtént, annak az előkészítése megtörtént, onnan kezdve az, hogy fölvinni ráadásul az önkormányzat LBR rendszerén keresztül lehet beküldeni. Tehát tulajdonképpen a munka 90%-át nekünk kell elvégezni, és mondom, nincs olyan buktató ebben, ami velünk ne közölnének, mert nem érdekelt a másik fél, hogy valamilyen szűrést végezzen, a szűrést azt nekünk kell megtenni magunk között a településekkel. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek hozzáférni valója. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy ne fogadjuk el ennek a pályázatíró cégnek az ajánlatát, tehát az készfeltartásra kerülszer. Köszönöm szépen egyhangul. A napirendi pontok végére értünk. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, javaslata hozzá. Amennyiben nincs, akkor
megköszönöm a munkátokat, a két hölgynek, meg kívánom, hogy következő alkalommal velünk töltse el ezt a időt. Megköszönöm a figyelmét a tévénézőknek is, és kívánok jó munkát a továbbiakban. Viszontlátásra!